Azt mondja itt a kérdés, hogy az idióta versus a felvilágosult problémája, vagy mennyi energiát érdemes elpazarolni másokra, akkor, ha annak nincs kézzel fogható várható haszna. Hű, ez egy nagyon szépen megfogalmazott kérdés, és erre az a válasz, hogy valaki bazira fordítva ül a lovon, és azok nem a tudatlanok, hanem te vagy. Az a helyzet, hogy azért fordulnak emberek hozzád, mint szakértőhöz, mert te jobban értesz az adott témához, és ők kevésbé értenek hozzá, vagy egyáltalán nem értenek hozzá. Ha ezekre az emberekre azt mondod, hogy ők idióták, akkor egy bazi nagy összegtől esel el, amit ezeken az embereken kereshetnél, akik valójában nem idióták, csak nem értenek a te szakmádhoz, és éppen ezért szeretnének tőled tanulni, vagy téged felbérelni, hogy elvégezz egy adott munkát. Szóval ezt a problémát, ezt inkább fogd fel úgy, hogy ez egy feladat, készíts egy alapszintű, vagy több alapszintű terméket, szolgáltatást azoknak, akik egyáltalán semmit nem tudnak erről az adott témáról. Foglald benne össze az alapokat, mi az, amit mindenkinek érdemes tudni erről a területről, vagy ha nem is mindenkinek, akkor annak, akinek ezzel foglalkoznia kell valamiért. Mik az alapok, mi az, amit tudnia kell, esetleg a lényeges kulcsszavakat, szakkifejezéseket, metódusokat, és ezt egy ilyen szép kis értékesítési csatornába tedd be. Hogyha nem tudod, hogy mi az az értékesítési csatorna, akkor így lehet, hogy nálam is bekerülsz, meg az összes marketing tanácsadónál bekerülsz az idióta kategóriába, aki nem eléggé felvilágosult marketing területen. Az értékesítési csatorna ugye az a töltsér, ahova fölül bekerül a sok-sok-sok-sok-sok ember, aki egy ingyenes termékedet letölt, vagy elolvas, vagy tudom én, megszerez. Aztán onnan egy picit kevesebb lesz azoknak a száma, akik mondjuk egy olcsó belépő termékedet fogják megvenni, és aztán folyamatosan egyre kevesebb és kevesebb lesz az az ember, aki az egyre drágább és drágább termékedet és szolgáltatásodat megveszi, és a töltségnek a legalján lesznek azok, akik a legeslegdrágább prémium szolgáltatásodat veszik meg. Építs egy olyan töltsért, ahol az általad idiótáknak hívott emberek vannak a töltsér legtetején, ők vannak a legtöbben. Nekik először is kell valamilyen ingyenes anyag, amiből egy picit többet megtudhatnak a termékedről, a szolgáltatásodról, vagy magáról erről a területről, és utána következő lépésben még mindig nagyon sok embernek eladhatsz egy nagyon olcsó belépő terméket. És folyamatosan képezheted őket idiótákból felvilágosultakká. Mert hogyha te vagy egy területnek a szakértője, tanácsadója, akkor a feladatod kell, hogy legyen az is, legalábbis, hogyha szeretnél véleményvezér lenni egy adott területen, hogy képezd, okítsd az embereket a saját szakterületedből. Úgyhogy ahelyett, hogy idiótáknak kezeled őket, lehetőségként fogd fel, hogy ők vannak. Sok sikert, hajrá!